szeretnél kérdezni, akkor csak nyugodtan. Jó. Kezdjük. Jó. Sok szeretettel köszöntöm a vendégcsapat vezetőedzőjét, illetve a játékosát, illetve a hazai csapat, és a vezetőedzőt és a játékos. Először a vendégcsapattól kérdezném, hogy hogyan értékelnék a meccset. Ugye azért eléggé sokáig vezettek, egy ilyen döntetlen helyzet az volt, és a végét ugye azért döntetlenre hozták ki. Először is szeretnék gratulálni a Váci csapatnak. Nagyon-nagyon jó ellenfelek voltak mai mérkőzésen. Egy nagyon kiélezett mérkőzésről volt szó, és úgy gondolom, hogy a végjáték szempontjából nagyon sajnáljuk, hogy azt a 30 másodperces lehetőséget elszalasztottuk, és nem tudtuk úgy lövéssel befejezni a játékot, ahogy azt megbeszéltük. Itt még mindig arról van szó, hogy természetesen kik azok a játékosok, aki van annyi plusz egy ilyen szituációban, illetve hányszor voltak már ilyen szituációban, hogy tudják azt, hogy milyen felelősséget tudnak ugye kapura lőni. Sajnos ugye nagyon fiatal a gárdánk, természetesen egy-két idősebb játékos van benne, de ezt mindenféleképpen tanulni kell, és ezt nem lehet máshol tanulni, csak is ilyen szkillezeti szituációkban. Sérültünk is volt, ugye azért kevesebb játékossal érkeztünk, de nagyon örülünk az egy pontnak, mert már mondhatnám azt, hogy kellett egy kis fénysugárzal a múlt végén, hogy lássuk azt, hogy tényleg van miért küzdeni, és nem olyan rossz ez, amit csinálunk. Köszönöm szépen. Mezőkövesdi játékosok kérdezik. Először szeretnék gratulálni Vászik a csapatnak. Hát, nagyon szomorú vagyok, ezért megvoltak ezek a két pontok. De így is csak örülni tudok, ezért egy hosszú idő után szereztünk egy pont. És legalább volt valami játék, kezdünk valami játszani, és remélem így menjünk tovább. És csak ez a pont nekünk nagyon pozitív, és remélem, hogy szombaton nyerni fogunk, és akkor minden rendben lesz. Köszönöm szépen, és gratulálunk. Köszönöm. Bánikás a vezetőedzőt kérdezni, hogy rengeteg helyzet volt, de annál kevesebb gól. Hogy lehet ezt értékelni? A kérdés. Alapvetően én is gratulálok a kollégának, meg a mezőkövesdi csapatnak, mert nagyon lelkesek voltak, és nagyon nehéz ellenfél volt. Igazság szerint azt gondolom, hogy olyan jól kihasználták ezt a lélektani helyzet előnyüket, hiszen nagyon mély pontról indultunk el, hiszen az elmúlt négy mérkőzésen pontot nem tudtunk szerezni, és egy nagyon jó kezdés után nagyon motivált és azonban nagyon felkészült játékosok, amikor kapnak egy ilyen periódust, akkor tényleg mentálisan össze kell szednie magát az embernek, hogy sikerüljön kihozni. Hát elindultunk, és a szakadékból azt gondolom, hogy az első lépést megtettük. Igazából nem tudom, hogy most nyertünk vagy veszítettünk egy pontot, de inkább úgy gondolom, hogy ha a mérkőzés elején nem követjük el azokat a figyelmetlenségeket, illetve az első fél idő végén rengeteg olyan technikai hibák voltak, ami a második fél idő közepén is, amit az ellenfél nem feltétlenül, hogy úgy mondjam, az ő helyzetéből, az ő helyezkedésből adóan követtünk el, saját magunkat hoztuk ki a helyzetbe, kellemetlen szituációba, és igazából dadogott a kezünkbe a labda. És hát valószínű, hogy ezek a játékosok egy olyan jellegű támogatást kell, hogy kapjanak majd. Akár a szellemi, akár a lelki felkészítésben, ami ezt át tudja hidalni, hiszen most sajnos az a baj, hogy a meghatározó játékosok, nem volt vezér, nem voltak a meghatározó játékosok a teljesítménye, akár a támadó játékban, akár a védekezésben, amire lehetett volna építeni, támaszkodni, tehát ilyen döntődőségben talált gólokat értünk el, és nem igazán tudtuk kidolgozni a helyzetünket. A védekezésben pedig úgy gondolom, hogy rengeteg egyegyezésből kaptunk gólt. Úgyhogy végülis egy pont az egy pont. Gyakorlatilag egy hónap telt el, és most szereztük egy hónap után az első pontunkat. Reméljük, hogy akkor jön több pont is. Ugye most már, hogyha elindultunk itt az egy ponton, a hazai csapat játékosát kérdezni, ugye, hogy nagyon kapkodós volt a játék, ebből kifolyólag ugye következtek a hibák. Te hogyan láttad belülről? Először így sorban én is gratulálok, ha mindenki gratulált, én is gratulálok. Hát igen, úgy néz ki, hogy abban a még időben, amiben kerültünk, most négy meccs után szereztünk egy pontot.
Azt gondolom, hogy rengeteget hibáztunk, és nem a mezőköves kényszerítette minket abból a hibából, hanem védekezés után bedobtunk nekik kezébe a labdát, tehát mi hibáztunk, tehát az nagy gond volt a mérkőzésen, meg hát az első fél idő rengeteget hibáztunk, meg rengeteg helyzetet kihagytunk is, azt befolyásolta a meccset. Másik fél idő majdnem végig futottunk a eredmény után, és el is fáradtunk, meg szinte másik fél időre is hibáztunk. És abban a helyzetben, amikor X-re kerültünk és támadtunk, hogy vezethettünk egy góllal, nem tudtuk ezt kihasználni, és mondhatom azt is, hogy a végén örültünk egy pontnak, mert kettővel is vezetett a mezőkövest. Hát remélem, hogy a következő mérkőzésben, ahogy Mester is mondta, hogy most már elindultunk a fölfele, már a következő mérkőzésben sokkal jobb lesz. Így legyen. Köszönöm szépen. Fecza, mind múlt a jó kezdés, mert máskor nem így szoktunk kezdeni, és akkor általában ugye mínusz egy-két gól szokott lenni. Hát, ez egy jó kérdés. Mind múlott? Hát, igen, általában a kezdésén mindig jó szoktak lenni, és utána szokott lenni egy ilyen transz, amiben beleesünk, és akkor csak kapjuk golgot, aztán meg kapkodjuk a fejünket. Én úgy gondolom, hogy inkább így legyen mindig, és ez hasonló kimenetű mérkőzés legyen, mint az, hogy az elején azt gondoljuk, hogy hú, de ott játszottunk, és akkor így már meg is nyertük a mérkőzést, tehát 20 perc, aztán meg utána csak kapkodunk, hogy mi történt a tovább maradék 40 percbe. Egy kicsikét nyugodtabbak voltunk, én úgy gondolom, és kicsikét megfontoltabban csináltuk azt, amit csináltunk. Nem az a fejetlenség és kapkodás volt bizonyos periódusban, viszont még mindig előfordult, de úgy gondolom, egy kicsit nyugodtabbak lettünk volna. Védekezéssel mennyire volt elégedett, illetve a legteljesítményével? Védekezésben ugye más dolgot építettünk fel, hogy eddig bíztunk a hatos falunkba, sajnos rá kellett jönnünk, hogy ez a hatos fal alkalmunként sikerül, és egy-két periódusban segít, de sajnos ez a védekezési formáció ez nem minden esetben jó, és ez be is bizonyította magát az elmúlt mérkőzéseken. Mindenféleképpen változtatnunk kellett ezen. Alex teljesítményével most úgy gondolom, hogy az összes fordulót nézem, akkor talán ez volt a második mérkőzés, amin elégedett voltam, és bízom benne, hogy ez meg is marad nála. Ez igazából képes rá, hogy ezt a formát hozza, és eddig is képes lett volna. Próbáljuk keresni a magyarázatát ennek, hogy mégiscsak hol lehet azon segíteni, hogy megvan ez a teljesítménye. De még egyszer mondom, ez úgy gondolom, hogy itt dől el teljes mértékben. Köszönöm szépen. Nincs sok kérdés, akkor köszönöm szépen.